következő lépése az easter eggnek az az lesz, hogy le kell menni az excavation site aljára, és ahol összeraktuk ezeket a jogarokat, és ott majd a falból, az ilyen koponyák közül majd elő fognak jönni ilyen templomos zombik, olyan zombik, akiknek kék színű a szemük, de az öklüknél ilyen fehér, ilyen füst jön elő öklükből, és őket kell így letisztítani, hogy lejöjjön az a fehér füst majd az öklükből, és azt kell néhány zombival majd megcsinálni. Miután azt megcsináltuk, akkor fejlesztődik majd ez az ütés, egy hát Thunder Fist, így nevezik a zombie viking például a Wikipédián, de hát fejlesztődik ez a nagy ütésünk, annyi a lényeg. Új, zombie blood, na jól van. Szóval innen jöhet mondjuk ki, meg onnan jöhet ki, meg onnan, és akkor miután eleget úgy leszedtünk, a füstöt úgy leszedjük a kezükről, akkor majd utána, szerintem mint ott láttam. Aha, ott van, csak még nem jött ki. Ja, most ilyen kifelé, látjátok milyen fehér? Így ráütünk, akkor lejön róla. Szóval, ja, ott is van, és ezt kell megcsinálni néhány zombival. Csak az a baj, hogy sokan fognak jönni, és elég nehéz lesz majd a túlélés. Úgy érzem. Jó. Mondjuk leteszek ide egy nagy jégvihart, és megpróbálom így leszedni róluk. Aha, jól van. Szedjük le róluk. Ó, csak vigyázni kell. Double points, ez nem segít. Wow, te hogy kerültél mögé? Ó, az egy nuke volt, az nem lett volna fontos. Gyere ide. Jó. Oké, te. Leszedjük róluk, és majd egy követ fognak dobni, hogyha kész vagyunk, ledob majd egy követ. Gyerünk, vihar ide. De az a baj, hogy sokan jönnek, és így is, hogyha... Hú, várjunk, csak megszem, akkor dobok egy G-strike-ot oda. Felveszem ezt. Akkor mindenki rámegy arra a G-strike-ra, én meg leszedem róluk. Jó, ide egy vihar teszek, hogyha jönnének rám, akkor nehogy legyőzzenek. Jó lenne, most jó lenne a zombie blood, hogyha... ja, pont vége a körnek. Jó, akkor claymore gyorsan teszek ide, meg ide. Jó, aztán akkor kapok még egy kettő claymort, mert vége a körnek, és akkor folytatódik ez. Gyere ki. Jó. Ide teszek egy vihart. Rólad leszedem. Oho! Hallom a páncérszoldatot, jól van. Vagy nem jól van, de most nagyon oda kell figyelni. Letesszük ezt. Hűha. Tegyünk ide néhány ilyen vihart. Hú, izgulok, hogy mi lesz ide, lejön a páncérszoldat, nekem annyi. Hú, zombie blood, de jó. Most akkor legyőzöm ezeket. Meg a páncérszoldatot is le kéne. De őt nem látom, sajnálatos módon. Nem baj, lényeg, hogy akkor legalább azokat csináljam meg az easter egg lépést. Igaz? Aha, csak most már én feljövök, hát ha itt van valahol. Ah, itt van. Jó, ide teszek egy ilyet. Jó, legyőztem. Gyerünk, jó. Double points. Jó, jövök vissza, le. Wow. Oké. Akkor még mindig nem vagyok kész. Te dobtad a követ, nem dobtad, semmi gond. Még haladunk, akkor csapdosunk párat. Ott van! Jó, dobok egy G-strike-ot, eltereli őket, én pedig felveszem. Hú, de itt van a nuke is. Fú, megvan akkor a Thunder Fist, a vihar, vagy... Hát a Thunder az vihar, nem? Az egy viharököl, nem Iron Fist. Van egy olyan Marvel karakter, hogy Iron Fist. És akkor most már így tudunk egy ilyen nagyot ütni. Ez a 34. körig egyetlen egy ütés. Hát ezzel nem is kell aggódni a lőszer miatt, csak így lecsapni akárkit. Most a 4. generátort akarják elfoglalni, de ez... Nem gond, de hát én most megyek és megállítom őket gyorsan. Aztán utána pedig jöhet a következő lépés, az pedig hát az utolsó közötti lépés lesz, ami most következik majd. Csak túl kellene még élni, igaz? Azt mondja, hogy hol jön a robot. Várjunk csak, azt mondja, hogy odalép, jól van, mi pedig megyünk. Wow! Mely nem engedett el, ja, ott volt élete egy zombi. Nem baj, megyünk ide előre, az 5. generátor felé, és akkor megnézzük, hogy hány zombi van még.
Jó, használok Claymore-t, ezek kicsit megtépázzák őket. Tévedek, igen. És itt akkor legyőzöm azokat a zombikat, csak hagyok majd egyet a végére, és utána akkor befejezzük ezt az easter egget, mert már nagyon a végénél tartunk. Hú, úgy, csak nehogy az összeset, ja nem, még élednek, jól van. Hogyha még élednek, az azt jelenti, hogy van még jó pár hátra, jó pár zombi. Szerintem átváltok akkor a... majd nem kellene, mert a lőszerhez kell lesz majd a fegyverembe. Úgyhogy még nem azt használom, hanem... Hát de még ütni se akarok, mert félek, hogy nukot kapok. Ó, és pont ott van! Osta! És pont ott van a nuk. Ja, amit még erről a Thunder Fistről tudok mondani, az az, hogy amelyik fejlesztett jogar volt nálad, tehát nálam most a jégjogar volt, olyan elementár csapás lesz. Tehát látjátok, hogy megfagyasztja? Azért, mert olyan az volt nálam, és akkor olyan csapást kapok. Hogyha például a mondjuk a tűzjogar lett volna nálam, akkor valamilyen tüzes csapás lett volna. Ez elég érdekes. Király lehet 4 fős kópba megcsinálni ezt az easter egget. Az ott micsoda? Maxim Mold? Vagy Zombie Blood az? Zombie Blood, ez jó lesz. Ezt én el is használom. És megnézzük, hányan maradtak itt. Jó, nézzük meg. Hát nem tudom, hogy melyik van megsebződve és melyik nincs, úgyhogy annyit teszek, hogy folytatom a következő lépéssel. A következő lépés az az, hogy le kell vinni az összes fejlesztett jogart a Crazy Place-re és elhelyezni az állványánál. Nekem 2 darab jogar van ide fent. Úgyhogy ja, erre kell odafigyelni. Itt most nálam itt van a jégjogar, de a másik 2 az már ott van. A villám és a szél, meg most már a jég is itt van. Akkor most már csak 2 darab... Nem. A 2 volt fent, de most már csak egy. Most már csak egy maradt lent. Nem, fent. Jól van, na jó. Elnézést kérek. Egy maradt ide fent, itt excavation site-on belül, az pedig a tűzjogar. Most pedig azt kellene megnézni, hogy hányan maradtak. Annyian maradtak? Akkor őket legyőzöm. És... akkor meghagyok egyet. Vagy 2, mert azokra rálőnék, szerintem pont vége lenne. És akkor most úgy megyünk le, hogy onnan már nem nagyon fogunk feljönni, tehát mindennel szerelkezzünk fel. Perkek megvannak, fegyverek megvannak, Claymore, Pajzs, Maxis Drone megvan. Minden kész, a pajzsok, vagy a pajzs is megvan, a jogarokat akkor fogjuk és visszük. Már csak ez az egy van itt, oké, Peti, sikerült elmondani, hogy már csak, jaj, na jó, csak kicsit úgy, hát belekavarodtam, nem tudom miért, úgy izgultam, ez nem a legkönnyebb ez az easter egg, hát na jó, nem a legkönnyebb, szerintem ez a legnehezebb igazából, vagy hát szólóban biztos, hogy nagyon nehéz. Black Ops 1-es easter egg-ek közül mondjuk hát szólóban nem lehet csinálni, csak a Moon-nak az easter egg-jét lehet csinálni egy darabig, de az se végig. Csak a feléig, az mondjuk nem annyira nehéz, mert ott, hát az nem annyira nehéz, nincs benne olyan nagy-nagy kihívás, akkor a Call of the Dead pályán azt meg lehet csinálni szólóba az easter egget, az se nehéz szerintem. Az is elég könnyű, de ez az easter egg, na ez elég könnyű a Black Ops 2-ben meg általában, hát úgy van kialakítva, hogy szóló easter egg az nincsen. A Map of the Dead az még olyan, hogy az easter eggnek a része az, hogy eljuss a Pekka Punchhoz, és akkor az még úgy annak számít, arról is csináltam videót. Na de, a következő lépés az, hogy elhelyezzük mind a 4 fejlesztett jogart az állványába. Ez kész van, rendben van. Utána, ha lejövünk, akkor hoppá, az ott mindig is ott volt az a kisvény, nem volt ott mindig ott. Szóval utána itt, ide lent le kell győzni a zombikat, és akkor a zombik lelkei nem a jogarokba fognak kerülni, hanem oda felülre, és ott majd megnyílik. Látjátok, hogy megy felfelé? Ott majd megnyílik a portál, ahogy ki lehet szabadítani majd Samantha-t. Huhú, bizony. Szóval itt vagyunk a végénél. De most az a baj, hogy nem használhatjuk a jogart. Ez azért elég nagy kihívást jelent, nem? Hát,
az biztos, hogy nem a legkönnyebb, viszont tudjátok, hogy van egy ilyen taktikám, vagy mondjuk így, egy ilyen stratégiám, hogy hogyan próbálkozom a túléléssel, az pedig nem más, mint az, hogy megvárom, míg hát a legtöbb zombi úgy feléled, tehát kimászik innen az ilyen éledési helyekről, ide le a földre, és miután ez megtörténik, utána én elközben járkálok körbe, de miután felélettek, hátrafordulok és leszedek valamennyit. Csak miután leszedem őket, akkor megint különböző helyeken össze-vissza elkezdenek éledni, úgyhogy elég nehéz lesz, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy itt van még mindig nekünk ez a Thunder Fist, ez a szuperököl, amivel egyetlen egy csapással végzünk vele, egyetlen egy csapás. Úgyhogy ez elég jó, insta kill. De hát azért a fegyverek gyorsabban lőnek, mert ezzel még kettő csapunk, az hát tovább tart. Mondjuk úgy, az ott mi volt? Az egy megszemmó volt? Aha, itt az ideje G-Strike-ot használjuk, ez olyan, mint a Mayon bomba, tudjátok. És nem tudok eljutni odáig, figyeld meg. És jó. Jól van, gyerünk, gyorsan leszedjük őket. Nuke. Még egy megszemmó. Akkor dobjuk a G-Strike-ot. Jó, megszemmót felvesszük. És haladunk körbe. Habár annyit mondjuk megteszek, hogy gránátokkal megkínálom őket. És akkor legyőzik. Hát itt, hogy mennyi zombit kell lesz így majd legyőzni? Hát szerintem legalább két környi zombit. Két kör. Most vagyunk a 24. körbe, 5. 6. leszünk kész, ha nem tévedek. Jól van. Akkor úgy gyorsan át tudok szaladni. És pont leesik mögém az a fal. Jól van. Van azok a zombik, hol nem tetszik, ahogy jönnek. Letesszük a claymort. Annyi nekik. Jól van. Boom Hilda, boom Hilda. Jó, akkor itt, jó. Itt az a baj egyébként, hogy itt vannak olyan helyek, ahova így fel lehet jönni és így visszalemenni, tehát itt a jég résznél, de mondjuk itt a villám résznél ott meg nincsen olyan hely, és akkor fordulnál oda befelé és zsák utca van. Hát volt olyan, amikor oda beakadtam és kész. De ott is azt mondom, hogy na ez az én hibám volt, miért fordultam el oda. Erről már beszéltem, de hát én még mindig úgy gondolom, hogy ez jó. Na itt a szél résznél meg megint fel lehet ide jönni. Jó, már csak ennyi zombi van. Vége a körnek. Jó, egyébként itt van két fegyver. Az AK-74U, meg a másik oldalt van, ha nem tévedek, a... vagy ezen a másik oldalt, a villámnál szerintem, az STG. Szóval még ha nagy gond van, akkor abba tudok lőszert venni onnan. Hopp, a levegőbe. Puff! Jól van. Akkor ez elég jól megy itt. Csak... próbáljak túlélni, igaz? Hú, nem jó helyre jöttem most befelé. Nagyon van, de a falak jól estek. Hát igen. Na próbálkozzunk akkor. Wow! Oké, vagy ne próbálkozzunk még. Na, figyeljünk oda, inkább várjunk. Na jó, elnézést kérek, csak magamra vagyok dühös egy kicsit. Hogyha hülyeséget csinálok, annak nem örülök. Ki örül annak, ha a butaságot csinál? Senki. Na akkor odafigyelek és... Mert azért több butaság, mert elmondom, hogy figyelni kell az éledésekre, és akkor mégsem figyelek. Na hát, az kinek a hibája? Na jól van. Itt nem kellene meghalni. Hú. Nem tudom, hogy legyőztek volna, de az biztos, hogy ez kellett. Jól van. Legyőzzük őket. De élednek. Már is élednek a zombik. Jó. Oké, Peti, nyugi. Meg lesz az. Meg lesz. Csak annyi a lényeg. Boom Hilda kézbe, és körbe járkálás. Ennyi a lényeg. Meg megvárni, hogy mögötted jöjjenek. Hogy mögötted jöjjenek, de még össze-vissza szét vannak szórva. Ez kicsit zavaró tud lenni. Wow, kész van. Oké, na és amikor kész van, akkor eltűnnek az itteni falak. Milyen király, nem? Ilyenkor, hát itt nagyon nehéz meghalni. Akkorára nyitották így a területet, hogy így nagyon nehéz meghalni. Elég, hogyha itt a lépcsőkön így körbe-körbe szaladgálunk, a zombik azok nem nagyon tudnak elkapni minket. Itt vannak a jogarok, és akkor kész vagyunk. Micsoda, ennyi volt az easter egg?
Nézzetek fel, emlékeztek, hogy csak egy kicsi kis pöttyecske volt? Most már ki van nyitva a portál. És akkor haza kell küldeni az apját Maxist Samantához, úgyhogy megnyomom a kettes gombot, és felküldjük. Először elkezdi lövöldözni a zombikat, de utána észreveszi, hogy nyitva a portál, és felhalad. Paradoxont meg kell oldani. Kiszabadította Agathából. A jutalmatok itt vár a fénybe. Lépjetek be a fénybe. Ezt mondta. Itt van ez a fény, hogyha várjunk a zombikat, most összeszedem kicsit. Így. És most belelépek a fénybe. Hopp! Hoppa, semmi. De ki írt valamit, hogy F, vagy mi volt odaírva? F, hogy teleportálj. Ezt írja ki. Azzal befejezzük a játékot, kiírja, hogy game over, és a záró jelenetet fogja lejátszani a játék. Na de én most megpróbálkozok azzal, hogy túlélek jó sokáig, vagy hát megnézzük, hogy meddig tudok túlélni. Szóval itt most én ezt befejezem, ezt a részt, a következő részben pedig azt láthatjátok meg, hogy meddig sikerült túlélnem itt a folytatásban. De egyébként a záró jelenetet azt megláthatjátok a csatornámon, hogyha érdekel titeket.